Sziasztok! A mai videóban ezt a tojást fogjuk elkészíteni. Jöjjön egy olyan tojás, amit én magam sem készítenék el. Ha azt tudom, hogy ez ilyen lesz, hát biztos, hogy nem állok neki. De hát, ha nektek jobban sikerül, igazából ez csak egy rajzolt minta volt, aminek nekiálltam és megpróbáltam. De én annyira ki vagyok ezen borulva, hogy ez annyira borzasztóan rosszul sikeredett, vagyis hát olyan semmilyen, hogy ezt így is fogom nektek feltölteni, szóval, hogy mi az a tojás, amit biztosan ne készítsél el. De ha mégis úgy érzed, hogy szívesen elkészítenéd és velem tartanál, akkor gyere és tarts velem, mert a videóban bemutatom, hogy hogyan készül. Kezdjünk is hozzá. Amit most fel fogok használni, az egy rózsaszín fonál. Az eddigi videóból tanulva, hogy fehér tojásra nem horgolunk fehér mintát, ezért most rózsaszín fonalat fogok használni, és a szokásos plasztik tojásomat fogom használni, amit mindig is szoktam. Kezdésnek varázsgyűrűvel fogunk indítani. A varázsgyűrűbe készítünk 7 darab rövid pálcát. Egy. Most ezt félreteszem picit. Kettő, három, négy, öt, hat, hét. Összekapcsolom az elejét a hátuljával, és itt beleakasztok. Ja, picit közelebb jövök, hogy jól látszódjon. Így. Beleakasztok, áthúzom, majd emelek felfelé 3 darab láncszemet. Ezután emelek még egyet, ez lesz a magasítás, és minden egyes láncszembe készítek 1 darab egyrehajtásos pálcát, plusz 1 láncszem emelést. 1 darab egyrehajtásos, plusz 1 láncszem. Megint egy egyrehajtásos, összesen 7 darabnak kell lennie, és 1 láncszem. A fonalamhoz most egy egyes tűt hoztam, mert ez a minta egy picit nagyobb, úgyhogy ehhez én most egy aránylag vastag fonához egy egyes tűvel fogok ezt dolgozni. Ez a fonál, ez körülbelül olyan 1,5-2,5-3 mm-ig használható hozzá horgolótű. Szóval én ezt szeretem használni amigurumi készítéshez is, terítőkészítéshez és tojás díszítéshez, vagy ilyen csipke mintához is. 2, 4, 6, megvan a 7. És most egyszerűen megkeresem az 1-2-3. Láncszemet. Ne felejtsük el, hogy ott volt egy emelés, úgyhogy azt semmiképp se hagyjuk ki. És ezután jön egy nagyon különleges új fajta minta. Ja, nem, még nem, bocsánat, először is készítünk felfelé 3 darab láncszemet. 2, 3, majd ezután a következő láncszembe készítek, minden egyes egyrehajtásos pálc tetejébe készítek egy V alakot. Ez a minta már volt egyszer, ez az eleje minta, hogy készítek egy V alakot, viszont ide most 5 darab láncszem lesz, 2, 3, 4, 5, és ugyanebben a lukba jön még egy darab egyrehajtásos pálca. Majd jön a következő egyrehajtásosnak a teteje, úgy szintén először 1 darab láb, 5 darab láncszem, 1, 2, 4, 5, majd még 1 darab egyrehajtásos túloldalra. Aztán jön megint egy egyrehajtásos, 5 darab láncszem, 1, 2, 4, 5, és megint egy egyrehajtásos. Jön a következő, megint az egyrehajtásos pálca tetejébe. 5 darab láncem, 2, 3, 4, 5, és megint egy egyrehajtásos. Ugyanabban a szembe. Egy ilyen kis piciti a virághoz hasonlító formát fogunk kapni. Megint jön a következő, úgy szintén ugyanez a menet. Az egyik lába egy egyrehajtásos, 5 darab láncszem, 2, 4, 5, és megint egy egyrehajtásos, ugyanide. Hoppa.
Jön még egy utolsó. Egy láncszem, vagyis egy láb, bocsánat, egy fél láb, 5 darab láncszem, 3, 4, 5, és jön a másik fél láb a túloldalra. Így. Végül, ugye itt kezdtük el, de itt csak egy fél lábunk van, ezért ide a kezdőpontba készítünk még egy fél láb egyrehajtásos pálcát, 2 darab láncszemet, méghozzá azért, mert ezt az 5 láncszemes furkot megfelezve 2 darab láncszemmel fogom csinálni, és utána ide a sarokpontba, ahol a másik kiindul, belecsatlakozva egy egyrehajtásos pálcával fogok ennek a mintának a közepébe megérkezni, így. Így lényegében megfeleztük 2 láncszem, 2 láncszem, és középpen összezárta a harmadik láncszem. Most emelek felfelé 3 darab láncszemet, 2-3, és ezen kívül lesz, lefogom ezt a harmadikat, és még 3 láncszemet, 2-3, és ezekbe az alsó 3 láncszembe, 1-2-3, készíteni fogok egyrehajtásos pálcákat. Ide egyet, mellette lévőbe még egyet, és az utolsóba ide még egy utolsót. Így. Nem fogom lehurkolni, ez jelenleg itt lóg a levegőben. Átjövök a következőbe, és megkeresem a középpontot. Ide teszek egy darab egyrehajtásos, és ugye ez ennek az egyrehajtásosa, ez ennek, és most emelek fölfelé 3 darab láncszemet, úgy, mint ahogy itt is tettem. 1, 2, 3. Ebbe a lukba készítek 3 darab egyrehajtásos pálcát. 1, 2, és a harmadikat pedig ide a sarokpontba fogom tenni. 3. Így. Most megint becsatlakozom ide a középsőbe egy darab egyrehajtásos pálcával, és emelek felfelé 3 darab láncszemet. Majd ezután jön megint ide középre 2 darab egyrehajtásos, a sarokpontba pedig a harmadik egyrehajtásos. És így megyek tovább. Jön a következő sarokpont. 1, 2, 3 láncszem. És megint jön az egyrehajtásos. 2 a lukba, 1, 2, a harmadik a sarokpontba. És így haladok körbe egészen a végpontig, és utána jövök vissza. Végére értem a sornak, ugye mindenhova 7 darab, 2, 4, 6, 7 darab ilyen kis mintát készítettünk, és most próbáljuk meg megkeresni ennek a 3 darab láncszemnek a végét, és ide belecsatlakozni. És megpróbálom megtalálni. Jó, megvan, és most ezt egyszerűen csak összehúzom. Eddig így alakul a tojásnak az formája. Megint haladunk felfelé. 1, 2, 3, 4. 2, 4, 5 darab láncszemet, és majd ezután, vagyis hát itt pontosan ezen az oldalon 4 darab láncszemet, és még felfelé 4-et. 1, 2, 3, 4. Összesen ezen az oldalon 8 darab láncszemünk lesz, de ugye megint megfordulunk, 1, 2, 3, megkeressük a negyedik láncszemet, és oda két ráhajtásos pálcákat fogunk elkezdeni horgolni. 1, 2, 3, és 4. Ezután úgy szintén átmegyünk a túloldalra.
Igen, mégpedig ide. Szóval készítünk egy két ráhajtásos pálcát ide bele a lukba, a kettő közé. Emelek felfelé három darab, mint egy három ráhajtásos pál, vagy mint egy három láncemes, négy láncemes sor lenne, és még felfelé emelek négy darab láncemet. Kettő, három, négy, és innentől megint, most ide hármat fogok tenni, a negyediket pedig ide. Két ráhajtásos pálcával megyünk, egy, megint két ráhajtás, kettő, újabb két ráhajtás, három, és a negyediket pedig oda a lukba fogjuk tenni. Ide, lentre kerül a negyedik. Egy, kettő, három. Így. Megint két ráhajtásos pálcával fogunk átjönni ebbe a lukba. Egy, kettő, három. Majd négy darab láncem. Egy, kettő, három, négy. És két ráhajtásos pálcák jönnek három a nagy lukba. Egy, kettő, három. A negyedik pedig a kicsi lukba. Mutatom már is, hogy nézzünk ki. Szóval innen kezdtük, és jól látható, hogy mindig sarokpontokban egy ilyen oldalirányú négyzeteket alakítunk ki. Végig megyek a sorra, ugyanígy folytatódik, és visszajövök, amikor a sor végéhez értem. Végéhez értem a sornak, most már picit hátrább megyek, mert már egész nagy. Megint megkeressük itt ugye a negyedik láncemnek a végét. Az valahol itt lesz, és ide becsatlakozom, hogy összekapcsolódjon az eleje és a hátulja. Jelenleg így nézünk ki, nagyon tetszik, nagyon jó formája van. Ez is egy teljesen új fajta. És most pedig 5 darab láncemet fogunk felfelé emelni, 2, 3, 4, 5, és itt is 5 darab láncem fog jönni. 1, 2, 3, 4, 5. Itt most már 3 ráhajtásos pálcákat fogunk használni. 1, 2, 3, 4, az 5. láncemet megkeressük. Háromszor hajtjuk rá a pálcánkra, vagy a horgolótűre a fonalat, és ugye 4-szer fogjuk ezáltal áthúzni. 1, 2, 3, és megint 4-szer húzzuk át. Megint 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Megint 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. És utoljára 3. És 1, 2, 3, 4. Majd megint jön egy három ráhajtásos pálca ide a kettő rész közé. 1, 2, 3, 4, és jön 5 darab láncem felfelé. 1, 2, 3, 4, 5. És ezután 4 darabot készítünk ide belőle, 3 ráhajtásosból. 1, 2, 3, 1, 2, 3, négy, és az 5. pedig megint le a sarokba. 1, 2, 3, ide lejövök a sarokba. 1, 2, 3, 4. Érdemes ezeket kicsit széthúzni, mert ugye nagyon-nagyon durván egymásra csúsznak. Picikét széthúzni, olyan szép, egyenletesen álljanak ezek a törzsek, vagy nem is tudom, minek nevezzem. 1, 2, 3, és megint ugyanide bejövök. A folyamat ugyanaz végig, három darab, vagy három ráhajtásos pálca a sarok részbe, majd 5 láncem felfelé, 3, 4, 5, 1, 2, 3 darab, vagy 4 darab három ráhajtásos pálca jön a nagy lukba, az 5. pedig a sarokba. 1,
kettő, három, négy, egy, kettő, három, ez a harmadik, aztán jön a negyedik, és a sarokba az ötödik. Jó, és megint jön a következő három ráhajtásos pálca a sarokba. Körbe megyek ezzel, és utána jövök vissza. Végére értem a sornak, elég érdekesen kezd kinézni, szerintem nagyon furcsa, de azon kívül egyébként nekem nagyon tetszik. És most jöjjön a következő sor. Ugye összekapcsoltam megint az elejét a hátuljával, úgy, ahogy szokásos, és most visszatérünk ahhoz, hogy most csak négy darab láncemet készítünk, majd megint emelünk felfelé négy darabot, kettő, négy, és ide egy, kettő, három, a negyedik láncemet keressük meg, és két ráhajtásos pálcákat fogunk tenni, elkezdjük visszacsökkenteni a méretet. Egy. Kettő, három, jaj, három, és négy, és megint jön egy két ráhajtásos pálca a két rész közé, egy, kettő, és ide becsatlakozom középre. Kettő, három, majd emelek felfelé, egy, kettő, három, négy darab láncszemet. És megint jönnek a két ráhajtásos pálcák, ugye három darab ide belőle, egy, kettő, három, és a negyedik pedig bele a lukba. Ide, kettő, három, ezt is egy picit széthúzzuk, beigazítjuk, hogy egyforma legyen, egyenes legyen. Így megint jön egy két ráhajtásos pálca, megint ide jövök a sarokba, és így folytatom egészen addig, amíg teljesen körben nem megyek az összes négy ráhajtásos pálcákkal. Végére értem a sornak. Számomra egy kicsit fura az, hogy az alkotó, aki készítette ezt a mintát, nem nagyon számolta bele azt, hogy itt a két luk között nem nagyon lesz hely, de igazából annyira nem vészes. Három darab láncemet készítünk felfelé, ugye visszatérünk a kezdeti pontunkhoz, és ismét három darab láncem, és az utolsó három láncembe készítjük a három darab egyrehajtásos pálcát, egy, kettő, három, átcsatlakozunk egy egyrehajtásos pálcával a következő lukba, és három darab láncemet emelünk felfelé. És megint jön kettő darab egyrehajtásos ide a lukba, egy, kettő, opa, egy, kettő, és ismét a lukba egy darab egyrehajtásos. Megint átcsatlakozunk egy darab egyrehajtásossal a következő lukba. Picit nyúlt. Egy, kettő, három darab láncemet emelünk felfelé, és jön megint három darab egyrehajtásos, kettő és a harmadik a lukba. Megint jön egy darab egyrehajtásos következőbe, három láncem felfelé, és három darab egyrehajtásos megint a lukba. Kettő, három. Itt már azért érdemes felhúzni a tojást, mert eléggé be vagyok szűkülve, és utána nem fogom tudni ráhúzni a tojásomat. Szóval én ezt most itt megfogom, és lényegében rászuszakolom. Így, most még aránylag egész könnyedén rácsúszik, és miután majd rátettétek, vagy nem tudom, hogy lufiba fújjátok, vagy hogyan fogjátok kipróbálni,
már ha egyáltalán nektek ez tetszik, akkor majd láthatjátok, hogy a mintát itt, ezeket a részeket így be kell kicsit igazgatni. Mert hiába szép, hiába jól áll, de az akkor áll igazán jó, hogyha ez egy teljes sort mutat. És ahol nem, ott elég bénán néz ki, szóval mindegy, így egyesével be kell igazgatni. De ezt ráérünk majd a legvégén is, mert ez most igazán jelentéktelen dolog. Most csak azért csinálom, hogy aránylag jól nézzen ki. Szóval mehetünk tovább. Hol tartottunk? Ott, hogy jön a következő egyrehajtásos pálca. Itt ugye, itt fejeztük be, és jön a következő egyrehajtásos... Ó, lecsúszott róla. Na mindegy. Szóval ide. Három darab láncszem. És jön még három darab egyráhajtásos, kettő a lukba, egy pedig a csücsökbe. Jön a következő, úgy szintén, ez már itt a vége szerintem, ugye nézem, ja nem, még nem, megint jön egy darab egyráhajtásos a sarokba, de a csücsökbe, három láncem, kettő darab egyráhajtásos, egy, kettő, a harmadik ugyanúgy a sarokba, majd megint jön egy egyráhajtásos ide, három láncszem, kettő darab egyráhajtásos, harmadik a csücsökbe, és végül összekapcsolom úgy szintén megint ezt a sarkat, és azt a sarkat egy kúszószemmel. És most már tényleg rá kell erőszakolnom a tojást, mert utána már nem fogom tudni. Most ha tetszik neki, hanem én ezt most ráhúzom. Na gyere csak ide. Így. Most még így nem fogok igazgatni egy picit maximum, hogy ne feszüljön annyira, de a többit azt majd utólag fogom megigazítani. Nézzétek viszont, hogyha így már föl van rakva rá, akkor aránylag egész jól szétmennek a szálak. Valószínűleg azért, hogy a tojás, ahogy formálódik, így a minta is kifeszül rajta, de annak ellenére, ahogy képen, amennyire tetszett ez a minta, megmondom őszintén, hát egy óriási nagy csalódás, de mindegy, ezt is kipróbáltuk, az a lényeg. És akkor most jön a befejező rész, ami ugyanúgy fog történni, mint ahogy a kezdete volt, hogy most V-alakban fogunk készíteni 5 láncszemeket, szóval jön itt 3 darab láncszem, és ide a mellette lévő lukba készítek egy egyrehajtásos pálcát, ugye ez lesz az első láb, hogy 5 darab láncszemet, 1, 2, 3, 4, 5, jön a második láb ugyanide a sarokba, és megyek a következő lukba, úgy szintén egy darab egyrehajtásos pálcaláb, 5 darab láncem, 1, 2, 3, 4, 5, majd jön megint a másik láb. Megyek a következő sarokba, megint egy láb, na, a tojáson. Na, én ezért szeretem ezeket a plastik tojásokat, mert ha ezt egy hungarocell tojással csináltam volna, akkor valószínűleg már másik oldalon kötött volna ki a horgolótű. És a másik láb. Megint jön egy láb. Egy. Szóval egy egyrehajtásos 5 láncem. 2. Na. 3, 4, 5. És még egy egyrehajtásos ugyanide ebbe a sarokba. Jön a következő. 1, 5 láncem, 2, 3, 4, 5. Ugyanígy még egy egyrehajtásos. És jön még egy. Lassan a végéhez érünk, és utána jönnek már csak
az egyrehajtásosok. 3, 4, 5. Ide jövök, ide még egy utolsó. Egy egyrehajtásos. 1, 2, 3, 4, 5 darab láncem. Itt most már hátrább megyek. Túl közel vagyok. És ide jön megint egy egyrehajtásos. És ugye itt az elején egy féllel kezdtük, itt nincs egy befejezésünk, ezért úgy fogjuk csinálni, hogy először ugyanebbe a lukba. Ja, nem, bocsánat, várjunk csak, ne, rosszul mondom, hogy is van, ott már van egy V alak. Ja, igen, akkor csak egyszerűen össze kell kapcsolni. Szóval ide elkészítünk egy V-alakot, és ja nem, most jól mondtam, itt kezdődött az egyrajtásos pálca. Szóval ide bejövök egy darab egyrajtásos pálcával, ahol a 3 darab láncemmel kezdtük. Majd jön 5 láncem, 2 láncem, és plusz, ugye, összekapcsolunk itt a közepébe, hogy középre jöjjön ki. Ugyanúgy, ahogy az elején. Egy egyrehajtásos pálcát fogunk készíteni, így. És most pedig egyszerűen jönnek az egyrehajtásosok. 3 darab láncomat emelek felfelé, és plusz még egyet, az lesz a magasítás. Aztán jövök a következő hurokba, egy egyrehajtásos pálca, és egy magasítás. Aztán megint egyrehajtásos pálca, és egy magasítás, és megint egyrehajtásos pálca, egy magasítás, megint egy ráhajtásos, egy magasítás, vagyis hát egy légszem közte, és a végére érve még egy ráhajtásos, egy légszem, és a legutolsó, még egy ráhajtásos. A lényeg, hogy 7 darab egy ráhajtásosnak kell lenni a legvégén, ja, és itt ez már ugye a kezdeti pontom volt. Úgyhogy ezt itt összekötöm az elejét a hátuljával. Gyere már, Nirino. És ezt a tojást én nem fogom tovább tágítani, méghozzá azért nem, mert akkor már annyira hosszú lesz fölfelé, hogy ez a minta nem fog jobban kisimulni. Szóval ugye itt a végpontnál úgy kezdtük, hogy 6 darab vagy 7 darab rövid pálca. Na, ezt nem készítjük el legfölül, hanem egyszerűen csak maradnak ezek az egyrehajtásos pálcák, mint itt az elején. Ha ezt így szépen megigazgatjuk, kisimítjuk, akkor az úgy jól fog ott kinézni. De igazából, amikor föllogatjuk, pont az a rész nem fog látszódni. És akkor most jöhet az a része, amikor egyesével, a kis kezünkkel be kell igazgatni a tojásnak ezt a mintáját. Hát akármennyit nézem, én ezzel nem vagyok megbékülve, őszintén szólva, nem látom benne a szépséget. De van, akinek lehet, hogy igen, tetszik, meg ugye ne szóljunk le senki alkotó munkáját. Szóval igazából ezt most innen levágom. Igazándiból ez lett volna a mai munkánk, a mai videónk anyaga. Hogyha úgy gondoljátok, hogy tetszik, akkor örülök, hogyha elkészítitek. Ha nem, igazából az sem probléma, mert mondom igazán, ha kihagytam volna ezt életembe, akkor én se bántam volna túlzottan. De várjatok, nem lehet, hogy ezt így ki kell hajtogatni? Így, tudjátok, hogy minthogyha ilyen, mint amikor az ananásznál, hogy vannak ilyen kihajtott szárak, és ezt lehet, hogy így kellene, nem tudom, kihajtogatom, meglátjuk, hát ha jobb hatással lesz. Nem láttam meghorgolva, megmondom őszintén, egy rajzos mintát találtam a neten, gondoltam, ez eltér a többitől, megpróbálkozom vele, hát talán így kihajtva jobb, nem? Úgy látom, hogy jobb ez így. Úgy lehet, hogy be fogom egy picit keményítőzni, és így kihajtogatva próbálom. Így. Nézzétek csak, talán így picikét jobb, olyan toboz hatása van, olyan fenyő toboz hatása nekem legalábbis. Ezeket nem lehet kihajtani. Csak a nagyokat lehet. Na mindegy. Szóval,
hagyjuk is. Nem akarom tovább húzni ezt, mert nem látom értelmét. Hát, jó az így. Na szóval, ennyi lett volna a mai videó. Szerintem hozok egy másikat, mert ez nem biztos, hogy túl sok embert felcsigáz. Ha én így meglátnám, lehet engem se csigázna fel. Na mindegy, ez csak az én eszmecserém így magamba. Néha ilyen is kell, hogy mi forog az én agyamba valójában. Megbeszélem magammal a dolgokat, hogy mi lett volna, ha, és minek kéne lenni, ha. De jó az így. Szóval, még egyszer elköszönök. Ez lett volna a mai videóanyaga. Remélem, nektek azért tetszik. Ha nem, az sem probléma. Döntsétek el magatok, hát szerintem borzasztóan katasztrofális. Én semmit mondom. Szerintem ezt vissza is fogom bontani. Hát... nem tudom. Ez a mint, ez valami katasztrófa. Ez semmi, de tényleg. Nincs benne egy összhang. Na jó, mindegy. Azért feltöltöm, hát ha valakit érdekel, aztán meglátjátok. További szép estét kívánok nektek, sziasztok!